Sziasztok! Sziasztok! Isten hozott a keddi részeben, karácsony előtt, mindenki készen áll le a karácsonyra. Kipróbáltátok-e a spórolási módszereket? Az fontos volt. Az nagyon. A palacsinta az volt a legfinomabb. De hát nem volt 2 hónapig a zsebedben, honnan tudod? De találtam egy 2 hónapos palacsintát a zsebemben. Fú. És így bűzölgött, mint a mesékben, hogy ilyen zöld bűz jött belőle? Lehet, hogy 1,5 éves volt, nem tudom pontosan. Mert most gondolkodom, 2 hónappal ezelőtt nem csináltam palacsintát. De nem baj. Na mindegy. Akkor ennyi. Van egy hírem. Találtam egy perverz állatot, aki azt csinálja, hogy... Most azt csinálta, mielőtt letartóztatták, hogy betört a nők házába, miután elmentek lefeküdni, aludni. Bekente magát vazelinnel, és mint egy csiga, mesztelen csiga úgy mászott be az ágyuk alá, és ott maszturbált. Hát, egy élmény lehetett. Jaj. De normálisak az emberek, nem? Nem tudom, mennyi évre tartóztatták le, de letartóztatták, úgyhogy... Hát, még jó, hogy... Hát, ja. De most ezért betörni valahova, hogy bemászol, bekenje hát magát ilyen szarral, meg bemászni az ágy alá. Hát ez volt a fétis, erre de hát ezek az ágyak alá nem tud bemászni. Itt nem, de vannak olyan ágyak, ami alá be tud. A levi alá. A levi ágy alá. Ja, igen, többen kérdeztétek, hogy hogyan tudnátok segíteni, hogy menjen a podcast, meg hogy sinen legyünk. Csak figyeljetek, hogy lehet. Jön a vonat. Vagy a Patreonon tudtok ilyen feliratkozni, nem? Hogy havonta, mit tudom én, vannak egy dolcsit tőletek, ott van egy csomó rész, amit nem fogunk itt feldolgozni. Ja, különleges részek, amik különleges, a Patreonon vannak? Igen, igen, a különleges részek, amik a Patreonon vannak, amiket itt a YouTube-on, meg a podcast elérhetőségeken nem fogunk megosztani. Úgyhogy oda mehettek, meg van borra valós oldalunk, ami egy alkalmas, tehát ott nem kell feliratkozni, hogy havonta, mit tudom én, X időben, hanem csak ha tetszett ez a rész, akkor itt egy kis borra való, mint hogyha étteremben lennénk. Vagy, hogyha így se tudtok segíteni, akkor a legnagyobb segítség egyébként a megosztás, a lájkolás, meg feliratkozás. Igen. Meg nem csak feliratkozás a YouTube-on, hanem ilyen feliratkozás a podcast elérhetőségeken, hogy minél gördülékenyebben menjen az, hogy megtaláljanak az emberek minket, meg ilyesmi. Úgyhogy így tudtok segíteni. Köszönjük a kérdéseket. Akkor én kezdek, ugye? Igen. Én az Amityville Horrorház igaz történetét hoztam el, ami a DiFeo családról szól. Nagyon izgi. Nagyon. Az apa 44 éves Ronald, az anya az 42 éves Louise, és 5 gyerekük volt. Ronald egy kocsi, ilyen adok-veszek, vagy autókereskedésben dolgozott, vagyis hát ő volt a tulajdonos, és abból szedték meg magukat, meg javítottak is kocsikat, tehát nem csak eladtak, meg vettek, hanem javítottak is, és nagyon jól beindult az üzlet, és tele lettek pénzzel. Szóval a kicsi lakásukból átköltöztek a 2 emeletes Amityville házba, ahova kirakták egy táblára, hogy high hopes, azaz magas remény, vagy valami ilyesminek lehet fordítani. A legidősebb tesó Ronald Butch DiFeo Jr. volt az apja után. A második az Dawn, utána Allison, Mark és John, akik 18, 13, 12 és 9 évesek voltak. Az apa elég erőszakos ember volt, folyamatosan verte a családot, meg verbálisan bántalmazta őket, folyton ordibált, főleg a legidősebb gyerekre, Butchra volt kiakadva mindig, mert hogy nagyok voltak az elvárásai vele szemben.
át akarta neki adni a családi vállalkozást, viszont Butch, mivel egy elkényeztetett kölyök volt, ő nem akarta átvenni, és csak a szabad idejében csak drogozott, és nem érdekelte semmi más, csak a pénzköltés. Mert volt mit elkölteni, mert ha nem lett volna, akkor nem költötte volna. Így van. Később, mikor Butch idősebb lett, elkezdett visszaütni az apjának, amikor verte őket. Meg egyébként a suliban is minden gyerek félt tőle, mert agresszív volt. Nyilván azért volt agresszív, mert hogy otthon bántalmazták. De ez nem mentség, csak hogy valószínűleg ez állt a háttérben. De ez tényleg érdekes, hogy azok a gyerekek, akiket bántalmaznak otthon, azok az iskolába, vagy haverok között, vagy ott sokkal agresszívabbak, mint a... Igen. Bebizonyítsák, hogy velük semmi nem történik otthon. Tehát, hogy vagy így akarják kimutatni azt, hogy... Így van. Hát az agressziójukat levezetni, nem kimutatni. Milyen életük van, milyen jó életük van, vagy mit. A szülők próbáltak neki segíteni, elvinni pszichiáterhez, de visszautasította, nem akart menni, ezért más megoldást kerestek. Egyszer csak eldöntötték, hogy az lesz a megoldás, hogyha megvesznek neki mindent, és adnak neki jó sok pénzt, mert ha nem boldogtalan, akkor nem is lesz mérges. Igen. Ez összefügg, nem? Nem. Nincs valaki a rokonságok között, vagy a haverok között, aki engem is... Én is nagyon agresszív vagyok, légy szíves, adjatok jó sok pénzt. Igen. 15 évesen kapott egy hajót. Az igen. Hát nem nagy hajót, hanem motorcsónak szerűséget. Igen. De ugye ez a megoldás nem segített Butchon, mert ugyanolyan agresszív lett, és 17 éves korára heroin és LSD függő lett. Én nem leszek LSD függő, hogyha sok pénzt adtok. Én sem. Meg heroin sem. Nem. Kokain sem. A szülők kitalálták egy újabb remek ötlet, hogy adnak neki egy melót az autós üzletben, hatalmas fizúval és nagyon kevés melóval. Ez nagyon jó ötlet. Nagyon jó ötlet, persze. A fizetését Butch drogokra költötte, fegyverekre és alkoholra. Jobbnál jobb ötletek, meg... Na mindegy. Nagyon el volt kényeztetve. Igen, igen, és mégis agresszív volt. Szokás szerint az apja baszogatta őket, és az egyik alkalommal, amikor megütötte az anyját, Butch fegyvert fogott az apjára, és meghúzta a ravaszt, de a pisztoly besült, és emiatt nem ölte meg az apját, pedig már akkor meg akarta. Pár hónappal később az apja megbízta Butcht. Nem szokták ragozni az angol neveket. Butcht. Hogy vigyen el a bankba 20 000 dollárnyi készpénzt. Ugye Butch ez nagyon megbízható, tehát más emberre nem is bízhatta volna rá az apja a 20 000. De miért kellett rábízni? Ezt nem értem. Hát mert ott dolgozik, magas fizetésért, érted? Ja, és akkor rá lehet bízni. Ha már ott dolgozik, nem dolgozik, és magas fizetés kap, akkor már rá lehet bízni 20 000 dollárt. Így van. De várjál, képzeld el, hogy útközben kirabolták. Hát, hogy sajnálom. Szegény. De később kiderült, hogy nem rabolták ki, hanem megrendezte és elhozta az összes pénzt drogra, meg fegyverekre. Az apja ezt nem tudta, de amikor elkezdett szimatolni, hogy mi is történhetett igazából, akkor Butch megfenyegette, hogy megöli, ha nem ejti a témát. Úgyhogy Butchnak úgy látszik, hogy ez a megoldása mindenre, hogy megöllek, hogyha nem csinálhatom amit akarok. Igen. Mert hogy eddig mindig azt csinálta, amit akart. Igen, igen. Most már nem tudnak, 17 éves, 17 nehéz éves. Megváltoztatni. Ja. Ha már ebben nőtt fel, hogy utána volt engedve. Ennyire. 1974. november 13-án, szerdán, este 6 óra 30 perckor, a 23 éves, itt már 23 volt, Butch DeFeo bement egy bárba,
és elkiabálta magát a haveroknak, meg ott ugye mindenki ismerte, mert egy alkoholista volt, hogy segítenetek kell, mert hogy azt hiszem, hogy az anyámat meg az apámat meglőtték. Butch és a kisebb baráti köre bemente a házba, és meglátták, hogy a szülők halottak voltak, és amikor észrevették, akkor hívták a rendőrséget. De kiderült, hogy nem csak a szülők voltak halottak, hanem mind a négy testvére is. Egy 35-ös kaliberű shotgunnal, piu-piu, puskával ölték meg őket. Rendes igazi je, az a hosszú puska? Gondolom. Mert van kicsi puska is? Hát vannak, többféle puska van. Nem tudom. Hát én ezt a nagyot képzelem el. Azt a nagy. Mind a kóboly filmekben. Kóboly? Igen. Aha. Jó. A DiFeo szülők szülőket kétszer lőtték meg, ameddig a gyerekeket csak egyszer. Viszont Dawn volt a kivétel, mert valószínűleg ő harcolt, hogy ne lőjék le. Ő többször volt fejbe lőve, meg ilyesmi. Egyedül Butch élte túl. Képzeld el. Hát mert a betörök tudták, hogy önálla mindig van pénz, őt ki lehet rabolni, ő odaadja a pénzt, tehát nincs ebben semmi gond. Na mindegy, szóval Butch azt mondta a rendőröknek, hogy valószínűleg a maffia volt, mert hogy az apja az... az autókereskedésben maffia kellett nekik az autó. Igen, hogy a Fellini maffia fővezértnél csinált valamit az apja, és ami nem tetszett Fellininek, és akkor megölték. Lehet, hogy befalaszt az egyik autóba. aztán később az interjúkon, mert ugye többször hallgatják ki az ember, többször teszik fel neki a kérdés, és akkor nem állt össze a sztori. Tehát egyszerűen nem tudta úgy elmondani a sztorit háromszor, hogy ugyanolyan legyen, hanem mindig, hát, mindig változtatott rajta nem valamit. Nem tud ugyanazt hazudni, mert elfelejti, mit hazudott. De aztán a végén megtört, és azt mondta, hogy amikor elkezdtem, már tudtam, hogy nem tudom abba hagyni. Olyan gyorsan történt. Gyorsan lőtte le a családját. Hát azt mondta, hogy nem, hát szerintem a fejébe történt gyorsan. Még azt is elismerte, hogy miután megölte őket, letusolt, felöltözött, megborotválkozott, és elment dolgozni. Hogy alibit teremtsen magának. Hogy ő elment dolgozni a családi vállalkozásba egyedül. Ahova nem igazán járt be. De most elment. Így van, így van. Később még több, igen, bevallotta. Oh, na igen, ez érdekes, hogy sokan azt vitatták egyébként, hogy hogy lehet, hogy amikor Butch elkezdte lelőni a szülőket, hogy senki nem rohant ki a szobából, hogy, mert hogy a puska az nagyon hangos, hogy biztos hallották volna a gyerekek, vagy a izék. De hát én simán arra gondolok, hogy azt mondja nekik Butch, hogy úristen, van valaki a házban, hogy feküdjetek hasra, és akkor gyors lelőtte a testvéreit, kéve Dawnt. Mert Dawn volt az utolsó. Igen, mert valószínűleg nem hitte el, hogy valaki van, és... Ja, ja, ja. Vagy amikor elkezdte lelőni hát a gyerekeket, meg akkor hát... csak felnézi, hogy akkor mi, ki ez a valaki, aki lövöldözik. Meg hát alapjáraton mindenki tudja Butchról, hogy egy agresszív fasz. Igen. Igen. Lehet, hogy a saját testvéreit is megverte, amikor kisebbek voltak. Hogy biztos vagyok benne. A tárgyaláson 75. október 14-én, egy év után William Weber, a védőügyvédje megpróbálta elhitetni az esküdtszékkel, meg a bíróval, hogy Butchot megszállta valami, vagy hogy skizofrén volt, lélek. Meg hogy mit tudom én, és hogy ő nem tehet róla, mert hogy drogozott, és hogy nagyon sok pszichiátriai problémája volt. De ugye ezt senki nem vette be, és elítélték a hatos gyilkosság miatt, ahol 25 évig, 25-től életfogytiglanig tartó büntetést kapott, de valószínűleg soha nem fog kijönni. Hát reméljük, az ilyen nem érdemli meg.
Viszont érdekesség, hogy a tárgyalás alatt, amikor nem úgy alakult maga a tárgyalás, ahogy ő akarta, megfenyegette a saját védő ügyvédjét, és a bírót is. Atya Isten, mekkora ez a macska, nézd meg! Hát, ja. Szóval megfenyegette a saját védő ügyvédjét, és a bírót is, hogy megöli. Úgyhogy ott se tudta fékezni az indulatait. Aztán az ügyvédje megpróbálta enyhíteni az ítéletet, és pár pohár bor mellett egy rendezővel kitalálták, hogy megcsinálják ezt az Amityville filmet, amivel bebizonyítják, hogy tényleg egy démon lakik abban a házban, aki megszállt a Butcht, de később elismerte az ügyvéd, hogy ezt csak azért csinálták, hogy elhitessék a közvéleménnyel, hogy Butch nem magától csinálta ezt. De akárkit megkérdeztek az utcán egyébként, Butchnak a testvéreit, a barátait, mindenki azt mondta, hogy hát ő csinálta. Hát egyértelmű volt. Úgyhogy ez annyira nem volt titkos, de ez az igazi sztori az Amityville Horror ház moziból, filmből. Mm. Én még nem láttam, annyira én nem sem. Csipázom a horrorfilmeket, de lehet, hogy megnézem, most, hogy tudom, hogy mi az igazi sztori. És akkor most olvastad, majd nézed a filmet. Ó, nem is de nem, közelíti meg az igazságot. De nem magáról Butchra, hanem úgy van a film, hogy aztán beköltözik egy család, és akkor, hogy 3:30-kor, amikor Butch megölte a családot, akkor ugye jön a démon, és akkor, hogy mit tudom én, a gyerek felszáll az ágyborról, és akkor lebeg, meg ilyen fasságok. Hát igen. Ilyen tipikus horrorfilm, ilyen jumpscare-es. Puty. Te jössz. Én jössz. Na, de érdekes, nem csak ebben a horrorházzal, egy kicsit az agyamat kicsit dolgoztattam. De hát nem létezik, hogy valaki megszállta volna. Nem. Rájött, hogy ő akarja megörökölni az egész vagyont, ezért kellett kinyírni a testvéreit is, hogy ne örököljenek semmit. Hát meg, semmi. Hogy ne baszogassák a szülők. És hát persze. De a szülő azért van, hogy elmondja a gyerekeknek, mert néha a szülő jobban látja, hogy rosszat csinálnak a gyerekek. Jó, nem mindig, mert ez ezeket nem... a beskatujázott szülőket, akik tudod, követelik, hogy na, ilyen hát ketrecbe tartják a gyerekeket, meg stb. De tehát hát ez nem... egy jól menő cég volt. Miért ne venni át? Miért ne fordítaná rá a figyelmét? Milliómosok voltak. Igen. Hát. Ugye ez annyira nem volt kényszer. Hát, hát viszed tovább, amit az apád felépített. De nagyon sok családban a gyerek nem akarja csinálni azt, amit a szülő. Hát akkor mondja azt, hogy nem akarja, azt költözzön el, nem kell kinyírni a családot. Hát igen. Úgy is pénzelték, akkor meg nem mindegy. Az biztos. Na jó van. Na. Brenda Ann Spencerről fogunk beszélni. Uh-huh. Aki egy nagyon szép kislány. Igen. 9 éves volt, amikor szülei elváltak, ő és 2 testvére az apjánál maradtak. Az anyuk azt nyilatkozta, hogy az apja kényszerítette a lányokat, hogy vele maradjanak, de aha. Hát... Manipulálta őket? Igen. Ez a tipikus anyád szar, az anya meg azt mondja, hogy apád szar, és akkor döntsd el, hogy kinél jobb. Igen. Csodálatos. Igen. A lány szerint szülei elhanyagolták őket, mert ugye egyik szülő se törődött velük, érted, mert elvártak, akkor minek is törődjünk a gyerekkel, nem kell. Ennyi. Osztálytársai azt mondták róla, hogy visszahúzódó és hajlamos az öngyilkosságra. Ablakot tört az iskolába, tehát úgy nem beszélgetett a gyerekekkel, de azért csinált ilyen bolondos dolgokat. Tehát ilyen segélyhívás kb. Valószínű, igen. És pszichiáterek vizsgálták a lányt, akik beutalták volna a kórházba, de az apja nem engedte.
Most azt megint értem, hogy a pszichiáter azt mondja, hogy be kéne feküdni egy picit a lánynak egy hétig vagy kettőig, akkor az apja miért mondja azt, hát hogy de nem? Mondjuk, hogyha annyira depressziós volt, hogy befektetik, akkor lehet, hogy nem csak egy-két hétről volt szó. A lány karácsonyra egy rádiót kért a vadász apukájától, aki egyébként rendszeresen igen, vadászott, de hát a rádió helyett egy puskát kapott. De tudod, miért kérte a rádiót, hogy hallgassa a podcast? Ja, igen, úgy hallgassa az Unusual Ledgert. Igen. És erre fel az apja mit adott neki? Puskát, hogy lelője azokat, akik nem hallgatják az Unusual podcast. Unusual podcast. Podcast, igen. A nevünk egyébként így egy év után Unusual Ledger. Unusual Ledger, tudom. Unusual podcast. Nagyon rossz vagy, Béla az? Bácsi, nagyon rossz vagy. Béla a macska. Béla. Brenda. Brenda, miután megkapta a karácsonyi ajándékát, azt mondogat az osztályba, hogy egy nagy duranásra készül, amivel bekerülhet a tévébe. De várjál, hogyha rádiót kapott volna, akkor lehet, hogy DJ lett volna belőle. Látod? Nem lett volna jobb? És akkor mindenki táncol. Hát kurva jó lett volna. Ne, így is táncoltak, csak nem örömükbe. Igen. 1979. január 29-én hétfő reggel a fiatal lány az ablakából figyelte a Grover Cleveland általános iskola diákjait, akik a kapu előtt gyülekeztek. Fogta a vadászpuskát és rálőtt a diákokra. Összesen 37-szer. Megölte az iskola igazgatóját, az 53 éves Burton Bragg-ot, és az 56 éves gondnokot, Mike Sussat, 8 diákot pedig megsebesített. A támadás után az egyik kislányt, aki csuklón lőtt meg, az folyamatosan azt kívánta, meg fogok halni. Szegény, hát hány éves volt? Hát általános iskolában, tehát 10 éves körül lehettek, 11 évesek. Jó, hogy befosott szegényke. A támadás után elbarrikádozta magát, és senki ne tudjon bemenni a házukban. A rendőrök és a szvatosok 15-20 percen belül megérkeztek a tetthelyre. Brenda egy 29 éves rendőrt is meglőtt. Egyik újságírónak, Gus Stevensnek sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Neki árulta el az Egyesült Államok első iskolai lövöldözője, hogy nem szereti a hétfőket, de a lövöldözés feldobta a napját. Azt is hozzátette, hogy lelőtt egy rendőrt, és még többet akar. És sietett vissza lövöldözni tovább. Engedjék már el! Igen. A házat körbevették, és hosszas telefonálás és egy gyorsértelmi menü ígérete után 6 órával az első lövöldözések eldődülését követően Brenda kisétált az épületből, letette a fegyvert, és átadta magát a rendőröknek. Azt mondta, szórakoztató volt látni, ahogy a diákok megsérülnek. Úgy álltak ott, mint egy tehén csorda. Könnyű célpontok voltak. De ehhez még annyit hozzáteszek, hogy ezt hallgattam egy másik podcaston, ahol mondták, hogy az egyik gondnok, vagy valaki beparkolt a lövések elé, hogy ne érje el a diákokat, hogy ne halljon meg több ember, ami tök hősies volt, és fura, hogy nem említi egyik magyar cikk sem, meg na mindegy. A lényeg, hogy voltak hősök is, akik igen. Valószínűleg megelőzték azt, hogy meghalljanak. De azért lehet, igen, mentettem meg a gyerekeket, mert igen. Lehet, hogy azért nem halt meg egy gyerek se, ha már miután betölt a 18. életfogytiglanra ítélték. Uh-huh. Jó maga viseltve, viszont 25 év letelte után szabadulhatott volna, de nem engedték ki. Bűnösnek vallotta magát, később viszont állítólag megbánta a tettét. Mégsem tartja magát gyilkosnak. Hát gondolom, miután antidepresszánsokra, meg antipszichotikus gyógyszerekre rakták, utána már úgy realizálódott benne. Hogy de nem történt. Tartja magát gyilkosnak, hát akkor két ember csak megölt. Nem tartja magát gyilkosnak azért, mert hogy olyan elmeállapotban volt, ahol az apja adotta, hogy puskát a kezébe, hogy akkor tessék ülje.
Meg ivott, meg dzsogozott, meg... Hát ja, alkeszok voltak, meg molesztálta elvileg az apja, ami egyébként tökre elképzelhető. A lövöldözések után 14 évvel depresszióra, epilepsziára és erős gyógyszereket szedett a támadás idején. Azokra ivott, és a végzetes reggelen, sőt, marihuanás cigarettát is szívott. Amitől halucinálni kezdett, olyannyira, hogy ablakon kinézve fegyvereseket látott. Azt mondta, hogy így próbálta megöletni magát. Ami hazugság, mert hogy nem volt semmi a szervezetében, mert megnézték, mielőtt lecsukták. Hát ez csak a fellebbezési tárgyaláson. 2001-ben az apját okolta mindenért, állítása szerint nem csak a fegyvert adta a kezébe a férfi, de 14 éves koráig molesztálta is, amit nem tudott feldolgozni. Állítólag arra kényszerítette a lányát, hogy egy matracon aludjon vele. A férfi mindent tagadott, de tény, hogy később összejött a lánya cellatársájával, aki szabadult a börtönből, oda is költözött az apukához, és teherbe is ejtette. És ugyanannyi idős volt, mint Brenda. Aki nagyon hasított a saját lányára. Mert ráadásul érdekes, hogy a szomszédok azt hitték, hogy a lány jött meg, és kérdezték az apától, hogy hogy jött, hogy kiszabadult a lányod. Hát nem szabadulhatna még ki. Ez nem a lányom, hanem a csaj, akit felcsináltam, mert nem vagyok pedofil, csak molesztálok egy olyan lányt, aki úgy néz ki, mint a lányom. Igen. És ugyanannyi idős. 17 éves volt. De én nem vagyok pedofil. Azt úgy megölném azt az embert. 40 év alatt 4-szer kért felmentést a börtönbe, de 1-szer sem kapta meg. Hát most 2019-ben újra kérelmezhette, de nem hiszem, hogy felmentették szerintem azt örök életére. Nem. És olvastam egy másik helyen, hogy a rendőr azt mondta, hogy robbantsuk fel a házat, akit meglőtt. Brenda, ja. Az nyilatkozott, hogy robbantsuk fel a házat, dögöljön meg az ilyen. Úristen. Hát azért egy rendőr nem mondhatna ilyet. Hát nem mondhatna ilyen, de mérges volt, hogy hát de ennél egyébként sokkal rosszabb emberek vannak még mindig börtönben. És van olyan is, aki kevesebb büntetést kapott. Így van. Igen. Hány ilyen sztorit mondunk, hogy ez meg az úszta meg, meg mit tudom én, hány évig öltek, meg mit tudom én. Hát a csajszét nem védem, mert nyilván nem gyilkolhatott volna. Nem kellett volna gyilkolnia, hanem nem, mennyi idősen lőtt? 17. Egy éve volt, és egy év múlva elköltözhetett volna az apjától, és kezdhetett volna magával valamit. Vagy akkor hol volt az anya, akkor miért nem szökött el? Vagy miért nem kért segítséget az anyától, persze, hogy költözön oda, vagy valami. Tehát én elképzelhetőnek találom a molesztálást, viszont az, hogy ő elkezdett lövöldözni, az biztos, hogy ő csak úgy kitalálta, hogy akkor ez lesz a megoldás, hogy akkor most mindenki figyeljen rám. Mert nagy duranást akart, bele akart kerülni a tévébe, hogy ja, meg a... ismert legyen, hogy... Meg írtak róla egy számot a... Igen, a... Mi a... Wontonrec... Mi annak neve? Mindjárt mondom. Na mindegy, az a szám címe, hogy I don't like Mondays. És akkor írt nekik a Chelsea egy levelet. Bunton Rats. I don't like Mondays. És írt neki egy levelet, hogy... Örült, hogy megtette, mert ez a dal híressé vált. Ja, igen, hogy örült, hogy megírták ezt a dalt, mert hogy híressé tették Brendát, de nem tették híressé Brendát vele, mert én például nem ismerem a számot. Te ismered? Nem. Úgyhogy... De ha megnézitek a képeket, hogy be fogsz rakni képet? Persze. Jó, nézd meg itt már idősebben. Mert annyira nem csúnya, jó kis soványka, de... Nem, hát idősebben már hogy néz ki? Nézd már meg. Mint egy csávó. Hát börtönben van. De nyilván fiatal korában szép lány volt. Uh-huh. De berakom majd a képeket, meg majd keresek arról a... köcsögről is, az apjáról. Hát, ha találok. Filmet is csinálnak róla. Uh-huh. És ő játszott a... Na jó van. Akkor ennyi volt. Csak ilyen rövid rész. Nagyon csúnya lett tényleg 40 év után, nézd meg. Hát a börtön nem egy
szépítőhely, nem egy spa. Hát nem. Na jó van, akkor boldog karit mindenkinek. Maradjatok otthon. Hát nem hiszem, hogy mehetnek valahova. Hát, ja, de akkor is ezt mindig el kell mondani. Biztos, ami biztos. Még akkor is, hogyha nem hisztek a vírusba, akkor is maradjatok otthon. Ne hordozzátok. Így van. Kellemes karácsonyi ünnepeket nektek, boldog új évet, éljen május elseje, sok nyuszit nektek. De a boldog új év az még odébb van. Addig még van egy rész. Kettő. Van egy csütörtöki, meg egy kettő. És májusig mennyi van? Számolt ki. 5x4, 20, 22, 24 mondjuk. Akkor 24 rész múlva május elseje lesz. Isten értem. De biztos vagy benne, hogy május elseje lesz? Lesz május elseje? Tudni lesz május elseje. Február 29-e. Nem, hanem hogy 22 rész múlva lesz május elseje. Nem, azt mondtam, hogy lehet, hogy 24. Jó van. Sziasztok! Sziasztok, vigyázzatok magatokra! Pá! Puszi!